Köszöntöm Önöket a hitéletben! Évtizedeken keresztül élő remény, évekig tartó küzdelem, hit és bizalom kellett ahhoz, hogy itt és most elmondhassuk, hogy hazaköltöztünk. Így köszöntötte dr. Tamási Zsolt, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója a 2015-ös tanévnyitón az iskola udvarát megtöltő tanulókat, szülőket és meghívottakat. Az első iskolai napon természetesen mi is ott voltunk, és a következő közel fél órában 350 diák tanévkezdését, az iskola célkitűzéseit, jövőképét mutatjuk meg Önöknek. Tartsanak velünk! Meg annyi megilletődött szempár, meghatott szülők és tanárok töltötték meg a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomot, a Római Katolikus Teológiai Liceum ünnepi tanévnyitó szentmiséjére egybegyűlve. Oládh Énes főesperes házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket. Igen, nagy szeretettel köszöntöm a plébánia templomban nagyvéltósága is költöztető dr. Jakobi György érsekatyát, a kedves jelenlévő tanárokat, diákokat, szülőket, paptestvéreket, kedves híveket, és szóval mindenki. Azért jutunk össze ebben az órában ide a templomba, hogy az új iskolára, az iskola tévre, a tanuló diákokra, a pedagógusokra, tanárokra az Úristen áldását kérjük. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek celebrálta az ünnepi szentmisét, aki beszédében érsek elődjét idézte. Az iskolában nem csak tudományt adnak elő, nem csak tanítanak, de nevelnek is. Minden iskolának van szelleme, és nekünk katolikusoknak nem mindegy az, hogy milyen annak az iskolának a szelleme, és az sem, hogy például a számban vagy természettudományokat, vagy a történelmet milyen szellemben tanítják. Majd arról beszélt, hogy méltán fogja az iskola második Rákóczi Ferenc fejedelem nevét viselni, aki hithű katolikus volt, itt iktatták be fejedelemnek. Az érsek a fejedelem rodostói számüzetése alatt írt elmélkedéseit is példaként említette az ifjúságnak. Tamási Zsolt iskolaigazgató rövid történelmi kitekintő segítségével fogalmazta meg az iskola szellemiségének megfelelő elvárásokat. Ez az esemény, ami történelmi nekünk az iskolaindulásnál, számunkra életünk egy történelmi esemény, hiszen abba a templomban, abba a római katolikus templomban vehettek ezt a Veni Sancte Szentmisén, amelynek az újjával építése azok az a jezsuita atyákhoz kötődik, akiknek köszönhetjük, hogy az iskolánk is elkezdett működni 1703-ban. Ott voltunk most, itt vagyunk most egy olyan Veni Sancte Szentmisén, amelynek az udvarán valamikor egy kis fakápolna állt, amelyben második Rákóczi Ferenc fejedelem beiktatása után a hálaadó tévén szentmisén vett részt. Ez a hely történelmi, ez a hely szent, és remélem, hogy a következőkben fel tudunk lőni
ugyan a gyerekek is először a keresztelőkkel többnyire sírnak, még ölbe a templomban zajonnak, fel tudunk nőni ahhoz, hogy olyan méltósággal vegyünk részt ezeken az ünnepi szentmiséken, amely indít ahhoz az iskolához, amelyre nem csak én, hanem mindannyian büszkék vagyunk. Adorunk, hogy pedagógusaik nagy türelemmel vezessék őket az igazság ismeretére. Adunk, hogy fiataljaink az új tanévben szorgalmasan gyarapítsák tudásukat. Bátorítsunk a szülőket, nagyszülőket, hogy Isten előtti felelősséggel neveljék a rájuk bízott gyermeket. Hadd, hogy hitünk megismerésével gyarapodjanak bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt. Töltsd el, Urunk, a hitoktatók szívét szent lelked tüzével, hogy örömmel adják át nekik evangéliumodat, örömhíredet. Hadd, hogy Jézus iskolájába, a hittanórákra és a szentmisére is szorgalmasan járjanak. Mennyei Atyám, most a tanév kezdetén is mellettünk vagy, és mi is veled akarjuk kezdeni az új tanévben tanulásunkat. Köszönjük a vakáció örömeit, de köszönjük azt is, hogy új ismeretekkel gazdagodhatunk. Sarkalj minket szorgalomra, hogy a Szent Élek által a tudás közelebb vezessen, ne csak földi boldogulásunkhoz, hanem te hozzád is, aki élsz és uralkodol mindörökkel örökké. Amen. A tanévkezdő szentmise végén Reszler Boróka mondta el Sípos József Boldog Tudás című versét. Sípos József Boldog Tudás. Tudom, Jézus szeret engem, ilyen napokon vigyázzam, szemem bajban is fölöttem, mint esőben, szívem. Az Úr Jézus mennybe menetelkor egyházára bízta az örömhír az evangélium hirdetését. Ennek nagyon sok gyakorlata van egyházunkban, elsősorban a szentmise keretében az ige hirdetés. Ott vannak a hittanórák, ott van a jegyes oktatás, a felnőtt képzés, de hozzá tartozik kezdettől fogva az úgynevezett hitvallásos iskolák, jelen esetben a volt Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium 67 év után új életre támadt, 48-ba zárták be a kommunisták, és most 25 évi demokrácia után és harc után, egy kicsit érdekes, hogy 25 év után sikerült, de a gondviselés úgy intézte, hogy most megtarthattuk, és éppen a hét fájdalmas szűzanya emléknapján az első évnyitót, nevezhetjük születésnapnak is, de inkább újjászületésnek, mert nem alapításról van szó,
hanem a meggyilkolt iskola új életre támad, tehát új kezdetről van szó. Éppen azért örömünnep a mai nap, és nem csak a katolikus egyháznak, hanem a magyarságnak is, hiszen a kettős öntudatunk, katolikusok vagyunk és magyarok, és a kettő összetartozik, mert minden keresztény a maga anyanyelvén, kultúrájába, szülőföldjén akarja megélni azt a hitet, amely éppen a katolikus ezt jelenti, hogy mindenkinek való, egyetemes, hiszen az első két egyetemes zsinat, mikor meghatározta egyházunknak a négy jelzőit, az egy szent katolikus és apostoli anyaszent egyháznak vagyunk a tagjai. A tudásról, a szakmai tudásról, a tudományok átadásáról, hogy milyen szellemben történik, sem mindegy, erről is beszéltél se, Katya. Ezt azért hoztam fel, mert mikor 25 évvel ezelőtt megindult a küzdelem a hitvallásos iskolákért, ez úgy tűnt sokaknak, hogy ez erdélyi sajátosság, csak a négy magyar történelmi egyháznak az ügye, mert a 87%-ban ortodox országban az ortodoxiának nincs a hagyományában, soha nem volt hitvallásos iskolája, sőt a hittanórát sem tartottak az iskolákba. Meg kellett érnem azt is például, hogy amikor 90-ben az ortodox, mondjam így kollégám a Gyulafehérváron beiktatta a metropolita, ezt mondta a beszédben, hogy mivel az új demokrata állam kéri, hogy bevonuljunk az iskolába és tartsunk hittanórát, ezt az áldozatot is vállalja az ortodox papság, jó lehet köztudomású, hogy nős klérus van, és családi gondok mellett is ezt vállalja. Azért volt nekem nagyon érdekes ez a kijelentés, mert számunkra, katolikusok számára ez nem áldozat, hanem egyszerűen azért vagyunk, ezért kaptuk a hivatást, hogy az örömhírt vigyük meg mindenkinek, és így kövessük Szent Pált, aki elsősorban igét hirdetett, és utána a hosszabb pásztorációt és a szentség életbe bevezetést, ami már a hallomásból elfogadott hitnek a következménye, azt azután munkatársakra bízta, és ő buldózerként mindig csak őserdőt írtott, és elsősorban a misszión dolgozott, hogy a Fides ex auditu, a hit a hallomásból fakad, de hozzáteszi azt, hogy ha nem hirdetik az igét, akkor hogy fakadjon abból hit. Ezért van szükség a nem csak ige hirdetésre, de hitvallásos iskolára is. Ez fantasztikus nap, a tegnapi is, ma is, főleg, hogy én abban az iskolában kezdtem el a tanulmányomat, az első 8 osztályt ott jártam, aztán Leány gimnázium lett, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez megerősít minket, magasvásárhelyi magyarokat, ez a harmadik önálló iskola, és nekünk magasvásárhelyieknek mindig egy kicsit nehezebb, mint másoknak, hiszen tudjuk, hogy mit éltünk át 90 márciusában. Úgyhogy ez mindenképpen megerősít hitünkben, megerősít abban, hogy érdemes itt dolgozni azért, hogy a gyerekek, a csillogó szemű gyerekek majd vegyék át azt a tudást, amit ez az iskola nyújtani fog nekik. Burbé László a katolikus státus kuratóriumának tagjaként a katolikus iskola történetének, illetve újraindításának történeti leírását is szorgalmazza. Kolcsár Anita gimnáziumi éveit katolikus osztályban kezdte, a Bolyai Farkas elméleti liceum épületében. Az utolsó évet pedig a római katolikus teológiai liceumban fejezheti be. Valahogy úgy vonzott ez az osztály, és úgy gondoltam, hogy nekem ez a 4 év alatt itt lenne a helyem, így éreztem jónak. Az osztályban nem csak katolikusok vannak, ugyanúgy vannak reformátusok, más vallású gyerekek is. Az udvaron alsó tagozatos és gimnáziumi csoportkép is készült, majd diákok, tanárok és szülők együtt vonultak az iskola zászlót követve az iskola épületébe, ahol egyébként egy nappal korábban a hivatalos tanévkezdő napon az évnyitót már megtartották. A Klastrom utcai épület együttes Pápai Sándor tervei alapján Csiszár Lajos építész munkája nyomán 1903-1905 között épült, majd 1908-ban egy kollégiummal is bővült. A II. Rákóczi Ferenc római katolikus főgimnáziumot a kommunista államhatalom 1948. augusztus 2-án államosította.
Így 68 év után állhattak újra régi iskolájuk udvarán a római katolikusok. Mindennek tudatában kezdte akkor üdvözlő beszédét Tamási Zsolt igazgató. A zsoltáros szavaival együtt mondhatjuk, ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak. S ha az Úr építi ezt a házat, akkor gondoskodik is róla. Ez az isteni gondviselés reményünk alapja, növekedésünk garanciája. A római katolikus státus igazgató tanácsának elnöke elsősorban a diákokhoz szólt, majd az oktatás fontosságáról beszélt. Kedves diákok, ti kisebbek itt elől, és ti nagyobbak ott hátul, ma benneteket ünneplünk, illetve veletek együtt ünnepeljük ennek a tanévnek a kezdetét. Az ünnep azért jó, mert hogy lelkesít, lendít, és arra szolgál, hogy majd az évközben, amikor lankad a lelkesedésetek, akkor erre visszagondolva, hogy milyen szépek voltatok, milyen ünnepi volt a hangulat, hogy ez majd átsegítsen az ilyen zökkenőkön. Kedves szülők, kedves tanárkollégák, az erdélyi római státus képviselőjeként azt mondhatom, hogy közismert, hogy a Marosvásárhelyi gimnázium épületét, illetve a Marosvásárhelyi gimnáziumot, mint intézményt az erdélyi római katolikus státus hozta létre. Kevésbé közismert azonban az, hogy szinte napra pontosan 400 évvel ezelőtt említették először a katolikus státus az erdélyi országgyűlésben, és attól kezdődően próbálja képviselni jól-rosszul az erdélyi katolikusok jogait és érdekeit. A 400 éves története során a státus mindig rendkívül fontosnak tartotta az oktatást, és pedig azért, mert látta, hogy abban van a jövő. Éppen ezért, ami szintén kevésbé közismert talán, a Marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc gimnázium mellett még olyan nagyszerű intézményeket tartott fel Erdélyben, mint a jelenlegi Nagy Mózes Kézdivásárhelyi gimnázium, Tamási Áron Székelyudvarhelyi gimnázium, Márton Áron, illetve Segítő Mária gimnáziumok elődje Csíkszeredában, a kolozsvári Bátori István elméleti liceum, a gyulafehérvári Majláth Gusztáv Károly elméleti liceum, illetve a brassói Ápréli Lajos elméleti liceumoknak az elődjeit. Mindig hangsúlyt fektetett az oktatásra, és ezt tette akkor is, amikor próbálta ezt a gimnáziumot a létrehozásában segíteni, és azt kell mondanom, hogy egy rendkívül ünnepi pillanathoz jutottunk el ma, akkor, amikor ez a gimnázium létrejött. Egy címszót szeretnék kiemelni, és pedig az, hogy ez összefogás eredménye. Itt összefogott az erdélyi római katolikus státus, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos és helyi képviselőivel, illetve a Marosvásárhelyi egyes számú plébánia vezetőjével, és így sikerült lépésről lépésre a kompromisszumok útján eljutni oda, hogy ma ünnepelhetünk. Kedves gyerekek, kedves tanárkollégák, azt gondolom, hogy a jövőt is az összefogás határozhatja meg. Annak kell meghatároznia. Fogjunk össze abban, hogy mi gyerekek jól tanulunk, és fogjunk össze abban, hogy mi tanárok jól tanítunk. És hogyha ez sikerülni fog, akkor visszanyeri a Marosvásárhelyi gimnázium azt a patináját, amit korábban is bírt, és akkor mindenki igazán büszke lehet arra, hogy a Marosvásárhelyi római katolikus majdon talán II. Rákóczi Ferencnek nevezett gimnáziumban szerezte meg az érettségét. Az iskolai évnyitót Sós Zoltán múzeum igazgató ajándéka tette még emlékezetesebbé. Két kép látható itt. Ez II. Rákóczi Ferenc ABC-s könyvéből van, ezt 1674-ben adták ki Kassán katolikus hitoktatásra, katolikus oktatásra. És a
Az egyik képen látható az ABC-s könyv előlapja, a másik képen látható, amint II. Rákóczi Ferenc gyermekként betűvetést tanul, gyakorolja az aláírását másképpen, hiszen ő is gyerekként kezdte, mint ti, és azt szeretném, azt kívánom, hogy ebből az iskolából is még sok II. Rákóczi Ferenc kerüljön ki, hiszen szükségünk van arra, hogy ennek a nemzetnek, ennek a népnek, ennek a közösségnek vezetői legyenek a jövőben is. Sós Zoltán a katolikus oktatás több évszázados módjáról is beszélt. Nekem személyesen, mint régész szerencsém volt föltárni az első katolikus iskolát, a 15. századi ferences kolostor romjait a várban. Itt kezdődött el az oktatás Marosvásárhelyen. 16. századi előzmények után 1708-tól újra beszélünk katolikus oktatástól, majd a kommunista uralom bukása után 2004 óta van ismét katolikus iskola Marosvásárhelyen. És 2004 óta újabb 11 évnek kellett eltelnie, hogy az iskola új épületbe költözzön. Büszke vagyok, örvendek, és ugyanakkor alázatos is. Valóban, amit mondtam a beszédemben, hogyha az Úr nem építi, hiába dolgoznak az építők, az egész történet, ahogy eljutottunk a mai napig, mindaz bizonyít, hogy az Úr építi. És ennek örülök, ezért alázatos is vagyok, és nagyon büszke, hogy ilyen támogatás mellett indíthatjuk a tanévet, hiszen ennél nagyobb garancia nem kell ahhoz, hogy fejlődjünk. Hány diákkal indulnak, és milyen osztályosok? 358 diákunk van, előkészítő első, második, negyedik, 5, 6, 7, 8, illetve 9. természettudományosztály és 9, 10, 11, 12-es római katolikus teológiai osztály. A továbbiakban tervezik, hogy bővülnek, bővítenek, minden évfolyamon igen, elkészítenek. Pontosan, tehát az alsó tagozatról egy osztályunk hiányzik, amint oda kerülök az előkészítő osztályal, akkor az a sor is újraindul, és a liceumi osztálynál pedig fel kell nőni annak a cikluskezdő osztálynak, amely most az idén indult el először velünk. Az Unéria két épület együttesből áll, ez látványosan is. Az egyik épületben lesz a katolikus iskola, vagy hogy osztott? Igen, a szerződés, amely biztosította a hazaköltözésünket, számunkra az egykori kollégium épületet jelölte meg élettérként, és akkor ebben alakul, fejlődik tovább az iskola. Mint többen szülőtársai közül, Salat Tünde is a katolikus iskola induló 5. osztályába íratta fiát, miután sikeres felvételi vizsgát tettek. Ahogy meghallottuk, hogy indul, egyből ide szerettük volna hozni 5. osztályba. És felvételiztünk, sikerült, és nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. A felújított iskolaépületre is kíváncsiak voltunk, bekukkantottunk a tanáriba, sőt az első osztályfőnöki órára is. A felszámolásra ítélt múlt és a jövőbe vetett remény közötti kapcsolatjelképeként az iskola udvarán közös fajültetésre is sor került. A kínai mézesfát idős Szabó László adta a jelképe. Kedves nézőink, ennyi fért a mai adásba, mindenkinek eredményes új tanévet kívánok én is. Várom önöket a megszokott időben, vasárnap délután 17:30-tól. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!